Nirvana szó azt jelenti, hogy valaki megszabadult mindenféle szenvedésétől. Anyagi világot a védikus írások az erdő tűzével hasonlítják, hogy az ember, aki csinálja karmát, rossz karmát, magyarul ezzel gyűjtje fel a szenvedésnek a tűzét. És azok a személyek, akik elindultnak a lelki úton, akkor nirvánába kerülnek, megszabadulnak mindenféle szenvedéstől. És ez egy állapot, ez nem, hogy most mennyei ország, vagy anyagi világ, vagy lelki világ. Nem, ez egy tudatállapot, amikor valaki már nincsen a karmának a hatás alatt, hanem mindig elégedett, és nincsen semmi szenvedése. Azok a személyek, akik mondjuk énekelnek Hare Krishna mantrát, első naptól nirvánába tudnak kerülni, mert éreznek nagyon élesen, hogy mennyire kezd gyorsan csökkenni a szenvedésük.